most egy picit meghúzzuk lefele, nagyon szoros már. Jobban járok, ha egy kiszek. Jó, gyere! A Kisebbségi Egyesület segítségével rendezik Kakasdon immár harmadik alkalommal a német tábort. Nem csak kakasdi gyerekek vehetnek részt benne, hanem akár a településen élő német nagyszülők máshol élő unokái is. Több mint 30 kicsit foglalkoztatnak a héten színes, érdekes elfoglaltságokkal. Nagyon sok új dolgot tanulunk meg, mint például varni, és nagyon sok ilyen kézműves dolgot csinálunk, mint például most csinálunk ilyen gyapjúból tulipánt, vagy lehet ilyen zörgő labdát, meg tegnap csináltuk ilyen ehető gyurmát, aminek kicsit rossz volt az íze, de lehet belőle akármit csinálni, és nagyon jó, mert nagyon sok mindent játszunk, énekelünk, imádkozunk, és nagyon vicces, mert mindig nagyon jól érezzük magunkat. A hétfőtől péntekig tartó napközi jellegű programsorozatot reggel 9-től délután 4 óráig látogathatják a gyermekek. Ez a dolgozó szülőknek is nagy segítség. Kézműves foglalkozásokkal színesítjük legfőképpen, ezt nagyon szeretik, úgy szintén a gyerekek. Ebben már volt sógyurmát, főztük meg közösen, tehát együtt is készítettük el, és abból gyurmázhatnak még így folyamatosan, amikor alkalom van rá. De nem ezelnek jelenleg, Csongrádi Anikó jött el segíteni nekem ebben. Aztán mivel foglalkoztunk, még kékfestő anyagokat készített, és tojástartóból kis színes kukacokat készítettünk. Nagyon sok a közösségi játék, mondókázunk. A Kisebbségi Önkormányzat Pécsről a Német Nemzetiségi Egyesületből hívott kulturális szakembert, aki rengeteg játékkal és ismeretterjesztő anyaggal készült a gyerekeknek. Most éppen zajlik a varrás is, tehát mindenki egy teljesen saját dolgot tud most elkészíteni. Elindultunk nyomkereső útra itt a faluban, honnan láthatunk még az, hogy itt svábok laktak, honnan látjuk ezeket a dolgokat, mik azok a jelek. Beszéltünk a hagyományokról, akkor nyilván a múltról is, hogy hogyan érkeztek a németek. És a gyerekek hoztak sok-sok saját élményt, tehát ez így kijöttek ezek a kis családban elhangzott fél-fél mondatok, és nagyon szépen össze tudtuk rakni. Minden nap van német foglalkozás is, és igyekeznek valami nemzetiségi ételt főzni a fiataloknak.